Harangkondulással kezdődött a megemlékezés a napsütéses szombat délelőtt. Az ünnepségre Özséb napja adott alkalmat. A helyszínre pedig azért esett a választás, mert a szervező Tamáska Péter amatőr kutatásai nyomán arra megállapításra jutott, hogy a solymári várként ismert épület valaha Pálos kolostor lehetett. Ő maga így mesélt stábunknak kutatásai kezdetéről, amelyek egy a Pálosok budai sziklakápolnájában talált festmény nyomán indultak el. A vitrínbe találkoztam ezzel a festménnyel, Tomás Donabella velencei festő festette, Csenztóvába található meg. Az az kép ábrázolás, amikor a tébai szentpál, a névadó szentje Pálosennek testét hazahozza Velencéből, a hadjáratából a király, és ezt a testet hozzák fel a Pálos kolostorba. Ezt festette meg Tomás Donabella, és én ezt úgy tekintem, hogy ez egy korabeli fotó. Így jutott arra a következtetésre, hogy a Mátyás dombon álló épület a Pálosok középkori Buda-Szentlőrinci kolostora volt. További kutatásai arra utaltak, hogy a solymári vár valójában Tinje határában állhatott. A középkori budai királyi várnak pedig a kolostor közelében kellett lennie. Ezek az elképzelések még nincsenek tudományos bizonyítékokkal alátámasztva. Éppen ezért lehetnek érdekesek azok az épület vagy építmény, esetleg útmaradványok, amelyeket nemrégiben a közeli Fehérhegyen talált Tamáska Péter. Ugye a kutatásom már egy 6 éve folyik, több újságcikk jelent meg Solymáron, próbálom terjeszteni ennek a elméletnek a, hát hogy a nagy közönség is tudomást szerezzen. Tehát ők már tudják, nem nagyon tudják elfogadni, mert egy 500 éves tabut kell feloldani. A Solymár határában álló dombon az 1930-as évek elején Valkó Arisztid talált egy toronycsonkot. A 70-es években kezdődtek újabb ásatások, először Kozák Károly, majd dr. Feld István régész vezetésével. 2001 óta évenként dolgoznak a terület további feltárásán. A feltételezések szerint a vár 1355 és 90 között épülhetett, miután Solymár a Lackfi család birtokába került. Korábban Mátyás király vadászkastélyának tartották a várat. Az özsébnapi megemlékezésen előadásokat hallhattak a résztvevők. Páter Hess Attila pálos szerzetes a rendről és alapítójáról Boldog Özsébről beszélt, Ludwig Rezső aranyműves koronakutató Remete Szentpálról, Molnár Attila pedig a Szent Korona alkotmány időszerűségéről tartott előadást. Közelről egész jó hangja van, ezt messzebbről inkább kolompnak érzi az ember. Hogy is kezdődött? Szántai Lajos barátom előadásait látogattam, Pálos előadásairól van szó. Felkeltette a figyelmemet a Pálos rend életével kapcsolatban, és ott elhangzott, hogy a főkolostoruk a Szentlőrinci kolostor körül nem minden stimmel. A mai hivatalos tudomány, történettudomány a Budakeszi útnál a Jánoshegy és a Hárshegy közti nyeregbe teszi. Ott valóban van egy Pálos kolostor, de azt Nagy Lajos építette 100 éve később. Azt meg úgy hívják, hogy Szent Pál kolostor. Mindig úgy is emlegetik, hogy a Szent Pál völgyben található kolostor. Erről tudjuk, hogy 1800-ban még álltak a falak. Tehát, ha ez a Szentlőrinci kolostor lenne, akkor itt valami nagyon nem stimmel, mert 1526-ban a török teljesen elpusztítottak. Sőt, 41-ben földdel tette egyenlővé. Tehát itt akkor már az első probléma. A pálosok a török idők után visszajöttek, és
keresték kolostoraikat, és egy listát be is adtak a királynak 6 kolostoruk visszaigényléséről. Ezek között szépen sorolja, most nem mondom végig, de az utolsó 2 kolostor, a Szent Lőrinci meg a Budai Szent Pál kolostor külön szerepel. Tehát létezett Szent Lőrinci és Szent Pál. Na most a hivatalos történetkutatás azt állítja, hogy ez a 2 kolostor egy és ugyanaz. Mire alapozza? Azt mondja, hogy a Szent Lőrinci kolostorban, mikor Tébai Szent Pál testét felhozták Budáról, egy Szent Pál kápolnájába tették. És ezért később a Szent Lőrinci kolostor neve megváltozott. Tehát ők így gondolják ezt a holik, holúgy hívták. Ez elég furcsa, egy templomnál a védőszentje nem szokott változni. Tehát én ezzel nem értek egyet. Hát kezdjük a bizonyítást. De egy játékra hívom meg önöket. Egy tárgyalást kezdünk, egy alteres és egy felteres, ami egy birtok visszavételéről fog szólni. Tehát a pálosokat én fogom képviselni, és én fogom képviselni az alterest is, a különböző írásokat, amit majd felolvasok, az ellenvéleményt. Az első bizonyíték, amivel megpróbálom az ingatlant visszaszerezni, tehát ennek az ügynek a megoldását, egy festmény. A festmény itt látható, ez az a pillanat, amikor a Nagy Lajos király a Szent Pál ereklyét, a testét, romlatlan testét Budáról egy körmenettel viszik a pálosok főkolostorába, Szent Lőrinci kolostorba. Alteres jelezte, hogy ez a festmény nem lehet bizonyíték, mert nem biztos, hogy így nézett ki, meg lehet, hogy ez csak úgy a hasára ütött a festő, és rajzolt egy várat, egy kolostort. Én ezzel sem értek egyet, mert akkoriban ez egy 3x4 méteres festmény, ezt Csenszolvában lehet megtalálni. Egy komoly pénzért készült, tehát nem engedhette meg magának a festő, hogy nem készült volna ebből az anyagból. Tehát keresett különböző forrásokat, és meg biztosan rá is akadt. Ezt 1630-ban festette, tehát nem volt olyan régen a 1526-tól, tehát közel 100 év telt el. Aztán van olyan ellenvélemény, hogy ugyan mit keres a hajó és a tenger itt a festményen. Tehát ha ez Buda-Szentlőrinc, akkor nem érthető, hogy a tenger meg ez a nagy víz. Igen ám, csak ha jobban megnézzük, itt fönt a körmenet, ugyanaz a körmenet, mint amit alul a képen látszik. Tehát itt a király, püspök, piros ruhában. Tehát egyszerűen térben és időben két dolgot festett meg a... Elfejtettem mondani, hogy Tomás Dolabella, velencei festő munkája. Ez az a pillanat, amikor megérkezik Budára a hajóval, a Velencéből Budára a hajóval a test, és itt fogadják a testet, és viszik fel Budára. A második, mikor egy héten rá Budáról átviszik a Szent Lőrinci kolostorba. Így már meg lehet magyarázni, hogy mit keres ott a 3 árbolcos fregat. Meg háttérben itt van a laguna, nem tudom, jól lehet látni, hogy ott van Velence, a sarokba. Én ezzel a festménnyel, tulajdonképpen akkor korabeli, ha akkor lett volna fotó, én ezt úgy értékelem, mint egy fotót, vagy egy fotót látnék. Tehát az volt a következő lépés, amikor én ezt megpillantottam, hogy Budához közel valahol kell keresni egy hasonló környezetet. Hát a véletlen segített, én Pestidekúton lakom, Solymáron található vár környezetében véltem felfedezni ezt a helyszínt. Na most én itt megcsináltam ugyanabból a szögből a felvételt, mint ahogy a festő festette meg, és bizony nagyon
nagy a hasonlóság. Csináltunk egy ilyen montást, egy átúsztatást. Gyönyörűen a domborzat kontúrjai fedik egymást. Itt valamikor a vasútállomás, és mai napon egy nagy nádas található, itt valamikor víz lehetett. Mindig bajlódnak a állomással, a pince beázik, nagy a talajvíz, magas a talajvíz. Még annyit, hogy azért nem lehet ez hasra ütve, festve, mert itt különböző stílusok jelennek meg. A románkori ablak mellett a reneszánsz szögletes. És tudjuk, hogy a kolostor folyamatosan épült, fejlődött. Tehát, ha ez a festő csak úgy hasára ütne és rajzolna, akkor ezzel nem törődött volna. Tehát ezt pontosan tudták, hogy ez így nézett ki. Olyannyira ismert volt ez a kolostor, hogy Hadnagy Bálint összegyűjtötte a kolostorban történt csodákat. Ide jártak a világból nagyon sok helyről a gyógyulásért, tehát egy szent hely volt, egy csodaváró hely. Tehát nagyon ismerték, mindenki ismerte, pontosan tudták, hogy néz ki, tehát nem lehetett akármilyen rajzot, festményt készíteni. Na, ez volt az első bizonyíték. A következő bizonyíték két oklevél. 1401-ben készült egy határjáró oklevélről van szó, amiben szerepel Solymár vára. És az a megdöbbentő, hogy nem Solymáron, hanem Tinje, Perbál és Pilis Csaba határában. Ez a úgynevezett hármas határ. Én akkor gyorsan kirohantam a helyszínre, és megpróbáltam azonosítani a várat, megkeresni. Sikerült, egy vadász elmesélte, hogy neki gyanúsan, furcsán sok követ talált, és valami nem stimmel ott a Szőlőhegy délnyugati részén. Megmutatta a helyet, és észre lehetett venni, hogy ott egy félkör alakú töltés építettek, 150 méter széles és 9 méter magas. Tehát ha azt nézzük, hogy egy Szőlőhegyen miért csinálnak ekkora töltést, nem logikus. Szőlőnek nem kell függőket, viszonylag nagyon rossz minőségű volt ott a talaj, meszes, tehát nem volt értelmes dolog, ha tudom én gyümölcsös építek egy vízszintes tevajon. Tehát valószínű, hogy a várnak a helyét találtam meg, komolyabb kutatással meg lehetne találni a várnyomait. Az alperes erre azt szokta mondani, hogy az oklevélben a fordítás nem helyes. Mert való igaz, van egy olyan mondat, hogy a Solymári vártól keletre. És ez helyesen fordítva úgy hangzik el, hogy a Solymári vár felől. Ez tényleg így igaz, ezt ellenőriztettem. De én úgy érzem, ettől még mindig ugyanaz az a jelentése, bár ő úgy magyarázza, hogy a felől az a birtokot jelöli, tehát nem a várat. És azt mondja, hogy a Solymári vár birtok az egy nagyobb területet fedett le. Az azt jelenti, hogy a Solymári vár a helyén volt, csak a birtok határ volt az a pont, a határjáró pont. Nem, Sántit a dolog. Akkor odaírták volna, hogy a birtok felől szúrták le a határjelet. Nem volt ott. Tehát a Solymár vár felől, keletre. Tehát ezt nem fogadom el. Ami mellettem szól, két oklevél, amiben azt írják, hogy a Solymári várúr hatalmaskodásával kapcsolatban két dolog hangzik el, hogy a csabai szigeti apácák csabai birtokáról kivágatta a fákat és Budán eladta. A másikban szintén egy másik
várul követel. Tehát ha azon gondolkozom, hogy a fa szükségletét Solymáron lett volna a vár, akkor ott bőven ennek el tudta volna látni, mert hatalmas erdőségek voltak arra, vannak ma is. Tehát valószínűleg a vár ott volt Tinje Csaba közelében, és bizony a vár területe nem volt teljesen lefektetve, a pontos területe. Volt egy másik érv, hogy azért került be Solymár a oklevélbe, mert a mai Solymári, a mostani Solymári vár, amit annak tartanak, központi helyen feküdt, és így a budai káptalan és a földmérés, vagyis hát a határbejáró csapat Solymáról indult el. Hát ez is egy képtelenség, ez kb. 25 km Solymár és Tinje, tehát nem tudom, ma még el tudom képzelni, kocsiba ülünk és kimegyünk fél óra. Tehát ez sem igazán egy érv, jogos érv. Én másfél hónapig dolgoztam a Solymári vár feltárásában. Így módomba került, hogy tüzetesebben megismerhessem a leleteket, meg a helyszínt. El kell mondanom, hogy a vár pontotta a leleteket. Most körülbelül a 60 láda lelet van tanaszét a faluban, már nem tudják hová rakni. Ezek a legkülönfélébb leletek, üveg, fém. Ja, hát két évvel ezelőtt egy olyan lelet került elő, ami az országban két helyen fordul elő, Budán, Budai Vár és az esztergomi érseki palotába. Ez a járó, majolika járó tégla, festett tégla, egy nagyon míves, gyönyörű munka, és ezt is itt találták meg. Furcsa leletek, aranyozott cserepet találtunk. Tehát elgondolkodható. Azt tudom, hogy ott a Tinjén található, Tinje mellett Ajnádi vár, az a hegyen helyezkedik el. Ott próbáltam keresni falakat, körülnéztem, hát semmi nem látszik. Lelet, nemhogy lelet, semmi. Fal, semmi. Az is egy magánvár volt, nem kicsi. Tehát Solymári vár ontja a leleteket. Egy érdekes dolog még. A domb, itt a képen, meg itt, valamennyire látszik. Ez egy kicsit, mintha magasabb lenne, de azért mondom, mert feltárás közben megállapítottuk, hogy itt a keleti oldalon kb. 5 méter törmelék található. Tehát nagy törmelék látszik. Van egy légi felvétel a hegyről, és én most meg fogok kázni, hogy elnézem. Szerintem felveszem a elnyőt, és így folytatom, elnézést. Tehát magasabb a hegy, mint a történelmi időkben. Ezt a régi felvételen nagyon jól lehet látni, mert a szélén egy ilyen perem fut végig. És a falu felől van egy nagy plac. Ott most idén ástak egy kutatóárkot, és benne találtak falrészt. Tehát jóval lejjebb a vár mai magasságánál találtak egy falat, ami azt mutatja, hogy a vár sokkal nagyobb, mint aminek hisszük. Na, ugye ez is egy kifogás, hogy hát ugyan kérem, ez a vár alapterülete, ez nem lehet egy katedrális, mert tudjuk, hogy a Szentlőrinci kolostor egy hatalmas épület volt, úgy hívták a magyar Escurial, Spanyolországban található egy hasonló, félelmetes nagy, ez is félelmetes. Ha ezt a törmeléket eltávolítanánk, jóval nagyobb alapterülethez jutnánk. És arról nem beszélve, hogy nagyon magas falak vannak. Egy 40-es vastagságban találtunk falakat, és bizony ez több szint, több emelet. Két nagy torony volt, ami 60-70 méter. Hát sajnos a régész, Feld István, jól dolgoztunk együtt, jó hangulat volt, de amikor én elkezdtem ezekkel a gondolatokkal foglalkozni és nyomozni, ő bizony megmakacsolta magát, és azt mondta, hogy már pedig ez nem lehet kolostor, mert nincs templom.
Hát való igaz, templomot nem találtak, de találtak egy 9 méter mély pincét. A 9 méter mély pince az szinte mai viszonyok között kétszintes garázs is lehetne. Tehát nem jellemző akkoriban ilyen mély pince. Rögtön meg tudom mondani a választ, hogy miért ilyen mély, azért, mert a törmelék még fölötte van. Az 4-5 métert jelent. Tehát nincs templom, de ha le tudnánk szedni a törmeléket, akkor valószínűleg előkerülnének ezek a falak is. Ugyanúgy járhatnánk, mint Esztergomba a kápolna, a királyi kápolnát, amikor kiásták, szintén a törmelék alatt találták meg, valamikor ágyúállások voltak a török időkben. Tulajdonképpen ez már rendben van, de tudjuk, hogy Buda Szentlőrinc Buda mellett volt. Erről van egy forrás, aki Egerel András, Pálos atya 1660-ban írta könyvében, hogy a várostól nyugatra feküdt, egész nap a fényben úszott, és este a falai árnyékot vetettek a városra. Tehát nem lehetett messze a város, ez akkoriban az Árpád-kori Buda lehetett, az Óbuda. Ez 800 méternél nem lehet több, mert ennél távolabb már szórt fény van, nincs kontúr. Tehát ebből kiindulva, ha ez a Szentlőrinci kolostor, akkor a Buda kutatásnak ez egy fontos pontja lehetne, egy fix pontja. Innentől kezdve a Buda kutatók itt sorakozhatnának a kolostor közelébe, és indulhatnának el a felfedező útjaikra, és próbálhatnák megtalálni az összes Budát. Mert Buda tulajdonképpen egy terület, egy nagy terület, ahol mindig ott jelentkezett a különböző elnevezés, Óbuda, Új Buda, Ős Buda, ahol éppen a királyi központ fejlődött, ahová tette a székét a király, a királyi udvar. Így volt ez Nagy Lajos idejében is, amikor ő átadta a óbudai várát édesanyjának Erzsébetnek, és ő lejjebb költözött Új Budára, az akkori Új Budára, a később Új Budára pontosabban. Ez ma érzésem szerint az Ürömi hegyek közelében, tehát azon a területen lehetett. Rengeteg metszetet néztem, hasonlítottam össze. Remélem, hogy ma Szántai Lajos barátom is eljön, és meg tudom neki mutatni, mert nagyon sok érdekes dolgot lehet látni. Tehát én akkor elindultam a kolostorból, és az Árpád-kori Budát próbáltam megkeresni. Itt van egy festmény, ahol az a pillanat van, amikor 1526-ban a török megostromolja a kolostort, és egy hirdatlan pusztítás végez, itt ég a ház teteje, begyilkolja, 25 pálos atya hal meg. Na és ebből a szögből festette, ahol látszik a folyó, egy folyó, víz, és mögötte egy város, városfal. Fölötte található az Árpád-kori vár, királyi vár. Na most ebből kiindulva próbáltam beazonosítani a területet Solymáron, és megdöbbenésemre van egy közel ilyen nagyságú, több tagolt hegy, ami ma úgy hívják, hogy Fehérhegy. Pont szemben van Solymárral. A város valószínűleg az Orsan, Pirisi Orsantól fölfelé Vörösvárig terülhetett el. A város ott van a kolostor alatt, ahogy a Egerel András írja, és bizony ott lenn nem sokat található. Én római kori cserepet találtam, ami szerintem nem is római kori, hanem Árpád kori. Na, és felrohantam a Fehérhegyre. Hát kövek, rengeteg kő, mit mond a kutatás, hivatalos kutatás, kőbánya.
Valamit nem értek, mert a kőbányát én mindig úgy ismerem, hogy azt a hegy oldalából szépen fejtik ki, robbantják ki a köveket. Ez pedig fönt a tetején evelnek a ezerféle darab, mindenféle kő. Hát lehetett, hogy onnan vittek el építkezésre köveket, de az egy másodlagos bányászat. Tehát igazából falakat nem találtam, furcsa, hatalmas tonnás kövek hevernek sorban. Érdemes megnézni, ha egyszer arra járnak. Most egy pár hónappal ezelőtt találtam segítséggel a Borosjenői helybéri földtulajdonos megmutatta, hogy hol lehet itt egy római utat találni. Valamikor régen mondták, hogy ott létezett egy római, de soha senki nem tudta megmutatni. Megmutatta, hát félelmetes. 14 méter széles, ez Borosjenő. Mind a két szélén kövek, rakott kövek. Ami megdöbbentő, hogy Jézus után egy első században Szombathelyen ugye találtak római utat, ott 7 méter széles és bazalt borítás, ez meg 14 méter. Én mindig most is azt mondom, hogy ez nem római út, ezt a őseink építették Árpád-korban, mert ha itt volt a központ, akkor bizony utak hálózták ezt a területet, mert elég nagy forgalmú volt. Bármennyire próbálják lebeszélni az embereket, hogy kicsik voltunk, ez egy nagy központ lehetett. És gyanítom, hogy ezt úgy hívják, hogy a Hajcsár út, ez keresztbe megy a területen. Ebben valószínűleg torkolódtak bele a többféle út, ami miatt kellett, hogy ilyen széles legyen, mert nagy forgalma volt. Ez az út utána lecsökken, keskenyedik, és befordul a vár irányába. És vége. Nem megy sehová. Meg lehet nézni, a nyomvonalát csodálatosan ki tudjuk venni. Akkor hová megy ez az út? A semmibe. Tehát ennek nagyon örültem, mert nem tudtam soha mutatni semmit az embereknek, csak a feltételezés, hogy itt lehetett a központ, a bármint a óbudai rész, Óbudavára. Ez az egy kicsit felderített. Utána érdekes módon egy romkertet találtam. Félelmetes. Egy domtetőn keletelve a fal részek hosszan. Rögtön felbátorodva hívtam egy régészt és egy geológust, egy kiránduláson mentünk a helyszínre, és hát rossz hírrel tudok szolgálni, szerintük nem. Nem romkert, egyszerűen a természet játéka. Nem találta régész vésésnyomot, nem találta a geológus olyan kőzetet, ami nem oda tartozza. Nincsenek kötőanyagok. Abban a társaságban volt két kutató, aki rögtön a segítségemre sietett, és elmondta a hivatalos kutatóknak, hogy bizony régen a Árpád-korban volt ilyen eljárás, hogy olvasztott kő. Vagy forrasztott kőnek hívták. Tehát zsalúzták a építményt, és bizony olyan, mint egy beton. Tehát lehet, hogy ez egy ilyen technológiával készült falmaradvány. Ezért úgy döntöttem, hogy még hívok kutatókat, és vizsgálják meg. Mert ugye egy mérés nem mérés, kettő már igen, három is biztos, a harmadikat már biztos. Régi iratokban említik, hogy Buda környékén 5 erős vár volt. És most kérdem én, hogy abból hányat tudunk, hányat ismerünk. Tudjuk a budai várat, aztán kész, több várunk nincsen itt a környéken. Tehát eltűntek a várak. Én akkor gondoltam, hogy ha én várat építenék, biztos ide építenék egyet. De hát van több ilyen ezen a környéken, több ilyen helyszín. Buda vára. A mai Budavára oklevelekben, most már nem tudom elővenni, mert ez az eső így megzavart az egész tematikát, úgy írják 4. Béla oklevelében a budai vár, hogy
sok ember befogadására építünk Pestújhegy, hegyen várat. Tehát nem hívták Budavárnak soha. Pestújhegy. Úgy is szerepelt sok-sok oklevélben. Erre megint azt tudják mondani a hivatalos kutatás, hogy ez úgy történhetett, hogy a pestiek átjöttek, és ide költöztek, és ekkor nevezték el Pestújhegynek. Jó, hát biztos így lehetett, csak azt nem tudom, egy 1000 éves várost hogy lehet elnevezni egy jóval fiatalabban, mondjuk. Meg hát nem is, hogy fiatalabb, mert Pest létezett, de hát szakrálisan Buda, hát az ott a királyi központ. Hol feküdt Óbuda? Több oldalról próbálom ezt behatárolni, ez nem csak a kolostor felől, hanem mik határolták. Oklevelek írják, hogy az esztergomi nagyút mentén feküdt. Tehát az volt a főútja. Igen, ezt az előbb elfejtettem mondani, hogy találtam még egy utat Borosjenőn, ez lenne az esztergomi főút, ami Borosjenőtől indul a nagykevélyek alatt, a hegyek alatt, egészen Esztergomig. Még nem volt időm végigmenni a nyomvonalon, de egész Szántóig biztosan tudom, hogy merre vezetett. Ma ez egy bicikli út. Ha arra jártak biciklivel, nagyon kellemes, a 10 méter széles, nincsenek szintbeli különbségek, gyönyörű panorámán, tehát félelmetesen szép. Tehát ez lehetett az esztergomi nagyút, tehát akkor már megint helyben vagyunk, ha Borosjenőn volt a központ, akkor itt van az út is. Akkor van egy oklevélben, amiben úgy szerepel Buda, hogy a határán volt a melegvízfalu, hévízfalu. Ami arról volt híres, hogy nagyon nagyfokú hévízi tevékenység, források tömege volt. Olyan, úgy írja az oklevél, hogy folyóvá dagadta a sok forrás vize, és kint fürödtek az emberek. Ömlött ki a meleg víz, szó szerint. Hévíz tavakról ír a oklevél, hévíz tárolók. És akkor én gondolkoztam, hogy hát egy ilyen hévíz tevékenységnek kell, hogy nyoma legyen. Hogy mi lehet a nyoma? Aztán véletlenül egy kiránduláson során találkoztam egy ilyen hirdető táblával, amiben a Dolomitról ír, és említi, hogy a hévíz hatására a Dolomit darává hullik szét. Fehér darává. És ebből csiszoló, súrolóport lehet gyártani. Vagy nem is kell gyártani, csak egyszerűen le lehet használni. És akkor Vörösváron, ha körülnézünk, mit találunk? A Teranovát. Két hatalmas hegy Dolomit. Vagyis hát Murva. Nem, aztán Murva, mert a termálvíz átalakította. Úgy írják, hogy amikor megszűnt a hévízi tevékenység, akkor a karsztvíz bemosta a kőzetet, a felső réteget, és így szinte minden eltűnt. De hát a Dolomit ott van, és a Murva ott maradt, az az érdatlan. Nem tudom, ki járt a vörösvári bányába. Tehát a szemüveg nélkül nem lehet bemenni. Hatalmas fehér hegyek, két hegy méretű bánya. Tehát melegvízfalú a Vörösvár. Én próbáltam a vörösváriaknak ezt elmondani, hogy írják már be a honlapjukra, vagy legyen új nevük. Hát nem örültek neki, nem fogadták nagy lelkesedése, pedig hát szerintem az lehetett a melegvízfalú. Vörösvár a török idők után kapta nevét, tehát a középkori, Árpád-kori neve nincs meg, nincsen. Tehát amikor nem létezett Vörösvár, vagyis nem volt ott semmi, de volt a melegvízfalú, hévízfalú. Pálosok címere található fönt, Árpád sáv zászló fölött, két oroszlán. A Tébai Szentpár névadó szentjét, amikor meghalt, két oroszlánja temette el. És azt is kell róla tudni, hogy minden nap egy holló fél kenyeret hozott neki. A játék vége, hogy a bíróság mit ítél? Pálosok visszakaphatják, visszaszerezhetik jogos
birtokukat, birtokát, Fentlőrinci Kolostort, vagy marad a Budakeszi úton? És akkor kérném szépen a kezeket, aki szeretné, ha visszatérnének a párosok. Egy, kettő. Köszönöm a szolidaritást. Igen, ezt azért még el akarom mondani, hogy az egy fontos sokoklevél, összehozható a Árpád-kori Budát a Attila városával, tehát a Lánszkinde kutatásával kapcsolatban. Tudnyilik, ő megtalálta a Fejér Egyházát, a Alba Ekléziát. Párosok Mátyás korában megkapták kezelésre. Régi felvétel nagyon jól látszik a hatalmas falak, tehát 250 méter hosszú, 150 széles fal rész látszik, földben, főtérkép alapján lehet észrevenni. Tehát ott volt a Fejér Egyháza, és a oklevelekben azt írják, hogy Attila városában épült. Hegyek alatt, kevés, ott van aki nagy kevés, az alatt van Attila vára, és a vár alatt rögtön ott volt a városa, és ott van a Fejér Egyháza, kolostor, Alba Ekrézsia. És van egy oklevél, amiben például azt írják, hogy Mátyás megkérte a pápát, hogy engedélyezze a Óbudai Préposság templomnak, akkor már romokban heverő templomnak az oszlopait, hogy átvigye és beépítse és felújítsa a Fehéregyházi kolostort. És akkor az oszlopokat tehát engedélyeztette, és úgy írja az oklevél, hogy a Prépossági templomtól átelemben található Fejér Egyháza. Tehát ha a Prépossági templom Árpád-kori Óbudán volt, tehát amiről beszéltünk Boros Jenőn, akkor valószínűleg tényleg az átelemben a kevélyek túloldalán volt a Fejér Egyháza, tehát ez is egy kicsit úgy összecseng. Na, hát köszönöm szépen a együttműködést, és akkor további szép napot! Köszönjük szépen!